Kárpótolja a város a Szekszárdon élő szépkorúakat. Minden év október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget szerveznek. De az elmúlt két esztendőben a koronavírus járvány miatt ez nem így volt. Most a legtöbb korlátozást feloldották hazánkban, ezért döntött úgy a megyeszékhely vezetősége, hogy bepótolják az októberben elmaradt eseményt. A rendezvénynek az időpontja március 30-a. A helye a hagyományoknak megfelelően a Babits Mihály Művelődési Ház. A Művelődési Házban a fellépő Mága Zoltán hegedűművész és vendégei. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Március 28-áig jelentkezhetnek a 65 év feletti szekszárdi lakosok telefonon, az 504-123-as számon, vagy a szépkor@szekszard.hu e-mail címen. Itt a résztvevő nevét, lakcímét kell leadni, és azt, hogy melyik előadáson szeretne részt venni. Két program van tervezve, 11 órától és 14 órától. Ez gyakorlatilag a férőhelyből adódóan a színházteremben 570 fő fér el, ez a két előadás során 1140 fő. Az alpolgármester hozzátette, az előző évek tapasztalataira hagyatkozva szerveztek két előadást, de ha nagyon nagy lesz a túljelentkezés, akkor azt is meg fogják oldani. A koncertek után megvendégelik a résztvevőket a Babits Mihály Kulturális Központban.